A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Comenius iskolai együttműködések keretében megvalósult pályázat záró értékelésére került sor 2012. október 2-án délután a Dériné Kulturális Központ előadó termében. Tisztelettel köszöntelek benneteket, köszöntöm kedves vendégeinket, a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Comenius iskolai együttműködések keretében megvalósult pályázat záró értekezletén. A projekt zárót megtisztelte jelenlétével Dobos László karcagváros polgármestere és Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, az Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bizottság elnöke. Az értekezleten elsőként Szarka Lászlóné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője szólt a megjelentekhez. A két év gyorsan elrepült. A mai délutánon a pályázat zárásaként felelevenítjük, hogyan valósítottok meg kitűzött céljainkat, feladatainkat. A Tempusz Közalapítvány a hivatalos képviselője a magyarországi pályázók sokaságának, hiszen évről évre óvodák és iskolák ezrei fognak össze, és egyenrangú partnerként működnek együtt szerte Európában, hogy egy általuk kidolgozott projektet minél eredményesebben valósítsanak meg. A nemzetközi együttműködésben az Európai Unió tagországai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország és Horvátország közoktatási intézményei vehetnek részt. A Comenius iskolai együttműködések pályázat lehetőséget adott arra, hogy a külföldi partnerkapcsolatok révén új elemekkel gazdagítsuk pedagógiai ismereteinket, hogy életszerűen megismerjük a partnerországok nevelési oktatási rendszerét, kultúráját, és az idegen nyelv gyakorlására is lehetőség nyílt, hiszen a munkanyelv az angol volt. Az intézmény vezető beszéde után elsőként Farkas Lajosné, projektkoordinátor számolt be törökországi és angliai élményeiről. Tóth Jánosné dániai tapasztalatait osztotta meg az óvónőkből álló vendégekkel. Kosztembó egy félszigeten fekszik, ezen kívül pedig 490 sziget alkotja az országot. Dánia lakossága 34 ezer fő, Kosztembó a 18. legnagyobb városa Dániának. Dánia legnagyobb része Alföld, átlagos tengerszint feletti magassága csupán 30 méter. Az ország nyugati partvidékét homokzátonyok borítják, melyeket mi is utunk végig megcsodálhatunk egy 200 éves világító toronyból. Perge Tiborné Észak-Írországban járt, míg Kunné Nánási Mónika a spanyolországi felejthetetlen napokról számolt be. Vadai Gyuláné finnországi élményeiről adott számot. Oulu, Finnország hatodik legnépesebb és legdinamikusabban fejlődő egyetemvárosa. Neve a számi nyelvből ered, jelentése Márinc. A város éjszakra már az úgynevezett Tajva északi határán fekszik. A környéken előforduló fa szinte kizárólag a fenyő és a nyírfa. Oulu népessége 130 ezer fő, melynek 2%-a külföldi. Ami kiemeli a többi város közül, az a fiatalos korosztályvétel, ami a diákok és a munkavállalók folyamatos beáramlásának, valamint a hagyományosan magas születésszámnak köszönhető. Lakosainak átlag életkora 36,8 év. Az első napon a Finn Partner intézményünkbe látogattunk el. Az iskola épülete monumentális, 3 éve épül, modern, a legújabb technológiai eszközökkel felszerelt. Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezető helyettese a magyarországi, a karcagi programról számolt be, melyet a Birkafőző Fesztiválra időzítettek a szervezők. Az 5 partnerországból 17 kollega vendéglátói lehettünk ezzel ott az 5 nap alatt. A vendégek csütörtöki napon érkeztek, és foglalták el szálláshelyüket a gyönyörű Vio Hotelben, a Mimró szállodában. Ezen az estén a Városi Strandfürdőben megrendezett Szent Iványi tűzugráson vettünk részt a vendégeikkel. A szakmai programokról szólt a pénteki nap,
illetve a délután a projekt megbeszélésről. Igyekeztünk minél szélesebb repertoárban bemutatni a vendégeinknek a magyar óvodai nevelés mindennapjait. Szerveztünk óvodalátogatásokat, bemutató foglalkozásokat. A projektzáró rendezvény végén Dobos László Karcagváros polgármestere köszönte meg a 2 évig tartó programban való aktív részvételt. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy a részese lehetek ennek a projektzárásnak. Minden szempontból tanulságos volt ez a mai délután. Ha van lehetőség, akkor menjünk el a nagyvilágba. Mutassuk meg magunkat, mutassuk meg, hogy mit tudunk, hogy az igazi valós képet kapják rólunk a tőlünk nyugatabbra élő atyánk fiai is. Az ünnepélyes projektzáron fotókönyvet kapott minden a programban résztvevő óvónő, valamint virággal köszönték meg a projektben legaktívabban résztvevők munkáját. A beszámolók és a hivatalos rész után az óvónők hidegtálas vacsorán folytatták az eszmecserét.